No, csak egy újabb creepypasta. Vajon ez is félelmetes lesz, vagy csak simán izgalmas és érdekes? Ezt majd ti döntitek el, zsombelyfanok. Sziasztok, én Zsombely vagyok, és elérkeztünk a következő creepypasztás storytime-os teóriás videóhoz. A mai nap folyamán Palmerről fogtok hallani egy creepypasztát. Maga a sztori neve az Darkness of the Farlands. Ha külön lenne a Farlands, akkor azt jelenti, hogy messzi földek sötétsége, de mivel Farment se úgy ismerjük, hogy távol ember, így nem valószínű. Lényegében a Farlands-et a Minecraft világ végének mondják. Viszont ne is húzzuk tovább a szót, kezdjük el a sztorit, azaz kezdődjük. Egyik a story time. Sziasztok, The Master 401 vagyok, és úgy gondoltam, elmesek nektek egy eléggé furcsa történetet. Minden akkor kezdődött, amikor kaptam egy nagyon jó laptopot, aminek következtében megszabadulhattam az ócska gépemtől, ami annyira ocska volt, hogy még a Minecraftot is alig vitte el. Szóval az egyik nap úgy gondoltam, hogy letöltöm a játékot és játszok egy kicsit. A szerverem, amit igazából a haverommal futtattam otthon, leállt, mert nem fizettük. Így úgy gondoltam, hogy megpróbálok single playerben játszani és egy jót szórakozni. Szignek meg hülyeségből azt adtam meg, hogy Glacier, azaz Gletscher. Célom nem volt igazából a világgal, de utána eszméltem rá, hogy egy nagyon király laptopom van, szóval miért is ne próbálnám ki azt, hogy meddig tudom a látótávolságot húzni crash nélkül. Ennek ellenére is sikerült kikresselnem. Utána eltévesztettem a koordinátákat, és egy nagyon furcsa dolgot vettem észre. Régebben raktam ki egy posztot egy bizonyos glitchről, miszerint az 524.288-as koordinátánál szó szerint megfeleződik a pálya, azaz ott 1.048.576-nak kéne lennie. Viszont van egy még durvább dolog. Nekem 12 milliónál kellett volna lennem, és pont 524.288 volt ez is. De közben meg 12 milliónak nem is 524 ezer a fele, miatt eléggé megijedtem. És miután elkezdtem flyolni, a mellette levő bájom teljesen más volt. És most kezdődnek a jó dolgok. Valami szemet szúrt flyolás közben. A jég, ami a glitchnek a sarkán volt, úgy nézett ki, mint egy arc. És ráadásul felém nézett. Egyből elvetettem ezt az elképzelést, mert ki az a hülye, aki a jégből vagy egy részéből egy arcot lát. Leállítottam a játékot, és utána néztem, hogy hol van a Farlands. Beírtam a koordinátát, és azt gondoltam, hogy nem fog laggolni. De csak gondoltam. A teleportás után egyből crasheltem. Megint teleportáltam, de másodjára viszont nem volt semmi probléma, a lag leállt. Megnyomtam az F3-at, lelimitálta az FPS-emet 60-ra, de utána csak meguntam az egészet, szóval visszamentem 1.5-ös verzióra, és ott megnézni pár érdekességet. Később ugye visszültem a géphez, viszont az 1.5-ös Minecraftnál valamiért a multiplayerbe léptem be, ahol egyből becsatlakozott a nem létező szerveremre, mert ugye nem működött régóta. Mi? Akkor ez hogy van? Egy lehetséges választ tudok. Igaz, hogy a barátomnál éjszaka van, de mi van, ha elkezdett fizetni és megint jó minden? Lehet, minden esetre csináltam egy csomó képet shaderökkel, ugyanis előtte letöltöttem párat, mert nagyon jól néznek ki. Screenshotok készítése közben feljött egy játékos Farman néven. Nagyon meglepődtem, mert haveromat nem így hívják, de ráadásul mindenhol offline volt. No para, feljött egy új játékos, de hogy tudta meg az IP-t és a szerver létezését, ha nem is hirdettük sehol? Ezt félretéve köszöntöttem és jó játékot kívántam neki. Ráteleportáltam utána láthatatlan módban. Teljesen fekete skinje volt és vörös szeme. És rám nézett, látott Venice-ben, és elkezdődött a beszélgetés. Hello. Én lazára vettem a stílus, hiszen mi baj lehetne ebből. Mizu. A válasz a jelenlegi definíciók szerint nem értelmezhető. Mi a franc? Utoljára null történeténél hallottam ezt, de az csak egy kamu történet, most valaki trollkodik velem? Az ID adatbázis keresése. Megtalálva, UUID követve. ID adatbázis? A hekkelés miatt nagyon ismerős ez a szó. Figyelj tesó, itt nem igazán szeretjük a hackereket, szóval ha bármi hülyeséget csinálsz, bant kapsz, nem ingyenesek ám a szerverek. Amikor ezt írtam, akkor már nem volt a nevem mellett az, hogy Owner, azaz tulajdonos. A nevem még vörös volt, tehát voltak jogaim. Hé, hey, mit csinálsz, haver? És ezután már csak vörös se volt. Megpróbáltam kikikelni a szerverről. Hozzáférés megtagadva. Gyorsan felmentem telefonnal az MC Pro Hosting appra, ahol tudtam magamnak OP-t adni, de ez a Farman ez nem százas. Most már engedte a kikket, és ki is írta, hogy kikikkeltem, viszont megfordultam a karakterre, és még mindig ott volt. Az FTP hozzáférés megakadályozása befejeződött. Fájlok törlése. Most már tényleg mi a franc folyik itt? Kiabáltam otthon, mint az őrült, de utána elhalkultam, mivel a szüleim aludtak. Nagy káromkodások közepette gyorsan megpróbáltam a fájlokat lementeni, ami még megmaradhatott. Szerencsére a legtöbbet sikerült megmenteni, de a pluginok nagy része elment. És ilyenkor vettem észre, hogy Farman már tulajdonos a szerveren. Már a laptopom is glitchelt, és mielőtt minden dolog kikerült volna a kezem közül, gyorsan leállítottam a laptopot. Visszakapcsolni se akart. Aj, mi lesz, ha teljesen elromlott az új laptopom, és a szerverfájlok is teljesen elvesz, és a képernyő feketévé vált. Mondatok jelentek meg rajta. Miért próbálkozol azokkal a területekkel, amik emberi távolságon kívül vannak? Hagyj már békén, addig indítom újra a gépet, ameddig el nem tűnsz, ez kész őrület. Megint fekete képernyő és egy mondat. Még nem fejeztem be.
Remélem tetszett a 43. rész is. Igen, valamiért ez a sztori egy kicsit befejezetlen. Inkább ezt a részt nem ijesztőnek mondanám, hanem feletté izgalmasnak. Mindenesetre én biztos nem próbálkozok eljutni a Minecraft világok végére. Ha tényleg tetszett és várod a folytatást, csapass egy hatalmas nagy lájkot, illetve rengeteget segítesz, ha feliratkozol a csatornára, és ha rákattolsz a mellette levő csengőre is, hogy kap minden videóról értesítést. Kövess be Instagramon is, Zsombej HD néven találsz meg. Viszont én most búcsúzom, nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és találkozunk legközelebb is, Zsombej fanok. Sziasztok!